Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözöllek benneteket a könyvhét után. Megfáradtan jöttem, még szerintem látszik az arcomon egyébként, hogy azért leszívott a könyvhét, de nagyon-nagyon jó volt. Ez most egy bukhol, egy bőrönbukhol, és egy pici élménybeszámoló videó lesz, úgyhogy remélem, hogy azért jöttetek ide ma hozzám. A fizikai állapotomat egyébként tök jól szemlélteti a kis malacka, aki ott így fekszik a polcon, de egyébként jól vagyok, meg minden tök jól sikerült, csak azért nagy embertömegbe menni, és nagyon sok emberrel interaktálni, az úgy le tudja szívni az embert, meg úgy napon is voltunk, néha napon így sültünk is egy picit, de megúsztam a leégést, úgyhogy Ági, köszönöm szépen a naptejezést, lehet, hogy miattad nem égtem le. Már azért jövök ki a zombi módból, de az is nagyon emlékezetes maradt, hogy könyvhét után én Fanninál voltam egy napot. Vasárnap is igazából csak arra voltunk képesek, hogy ültünk Fanni kanapéján, van egy nagyon kényelmes kanapéja, és így ültünk, hogy most egyébként nagyon jó, de egyébként nagyon fáradtak vagyunk, de egyébként jó volt, úgyhogy tök jó volt a hétvége. Nézzük akkor, hogy miről kell mesélnem nektek. Egyrészt szombaton mentem fel egy reggeli vonattal, nem a hajnali vonattal, I don't do hajnali vonatok. A reggeli vonattal mentem fel, és egy bőröndel együtt mentem, ugyanis ha esetleg még nem találkoztatok volna a Könyvmolya könyvhéten bőröndel című életérzéssel. Itt arról van szó, hogy hiába csak egy napra mentem fel könyvhétre, a bőrönd az egy tök jó módszer arra, hogy nagyon sok könyvet vigyél haza utána, főleg, hogyha hosszabb távot teszel meg. És így én is láttam már ezt a technikát tavaly bizonyos könyvmajoknál, és én is így gondolkoztam, hogy most tényleg egy könyvhétre guruljak oda egy bőrönd, de ez komoly. És igen, nem én vagyok az egyetlen. Egyébként ez a bőrönd mód, ez arra is tökéletes, hogy szabj egy határt magadnak, hogy mennyi új könyvvel térhetsz haza, mert pontosan úgy voltam vele, hogy a könyveknek meg kell férniük a bőröndbe, mert azért nyilván volt saját cuccom, és nem akartam 6 cucctáskával hazamenni, illetve nem volt bájos férfi segítőm, aki cipelje helyettem a könyveket. És azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes méretnek bizonyult a bőrönd is, meg amivel végül hazajöttem. Kicsit becsapós ez a bukhol, mert hogy ezek közül, a könyvek közül egyiket sem én vettem. Vannak recenzióim, és a BookTuber szokásos könyves csereberéről húztam be pár könyvet a többiektől, innen is mindenkinek köszönöm, akiktől a könyveket kaptam. Igyekszem majd megemlíteni a könyveknél, ha nem vesztem el a fonalat, megbeszéljük, hogy milyen könyvek kerültek hozzám, megbeszéljük, hogy milyen recenzió került hozzám, ami tervben volt, és megbeszéljük, hogy milyen recenzió került hozzám, ami egyáltalán nem volt tervben. De a Fumagstandjánál mindig túl jó a hangulat. Alapvetően a könyvhétről nincsenek ilyen felvételeim, hogy nézzétek, ilyenek a pavilonok, vagy ilyenek a könyv heti látképek, ugyanis a könyvhét ez nekem egy kicsit olyan, mintha ilyen szemellenzővel mennék. Mindig megkeresem a csapatot, ezt a mindiget úgy mondom, mintha annyira sokszor lettem volna, de most már mondhatjuk, hogy visszatérően van mindig egy BookTuber találkozó pont, és nekem a könyvhét az inkább a csapatépítésről szól, ezt fogalmazták meg a többiek, és tényleg így van. Nagyon kevés pultot néztem meg, egyszer mentem körbe körülbelül a Vörös Martin a külső soron, a belsőt nem is láttam, rengeteg ember volt, meleg is volt, pont akkor sikerült körbe mennem, amikor annyira gyorsan ért a nap, és olyan meleg is volt hirtelen, hogy azért mentem vissza a többiekhez, mert jó, itt a falat sokkal jobb az idő. És az az érdekes dolog van, hogy könyvhéten annyira sok olyan dolog történik, és olyan más dolgokra figyelek, hogy ki érkezik meg, kivel beszélgetek egy picit, vagy hogy kivel kell aktívan találkoznom valamilyen még nem túl titkos, még titkos? Titkos vajon? Ez egy kis nyom lesz, amiről majd beszélgetünk kicsit később. Szóval, hogy annyi minden történik, hogy arra egyszerűen már nincsen fizikai és mentális energiám, hogy pultokhoz oda menjek nézelődni, mert oda megyek a pultokhoz, és akkor így ilyen foltokat látok, vagy nem tudom, szóval nagyon fura, ezért az a tervem, hogy legközelebb szeretnék nem csak egy napon kilátogatni könyvhétre, könyvfesztiválra, hogy a könyvfesztivál lesz legközelebb, úgyhogy remélem, hogy akkor majd lesz arra is időm, hogy körbenézzek a standokon. Olyan szempontból lehet, hogy jobb is, hogyha az könyvfesztiválkor történik meg, mert most a frissebb könyvek közül kevesebb érdekeltségem volt, ugye? De ez a jövő zenéje, beszéljünk még a szombatról.
Az egyik dolog, hogy nem tudom még, hogy fogom ide beszúrni azt a rengeteg selfit, amit lőttem, lehet, hogy csak miközben beszélgetek veletek, ide beszúrom őket. Szóval tavaly, amikor könyvfesztivál volt, azt hiszem arról jöttem el úgy, hogy úristen, miért nem csináltam több képet a többiekkel, és akkor írtam is a közösbe, hogy gyerekek, legközelebb selfizünk, mint az állat, és most pontosan ez történt, egy ponton eszembe is jutott, és oda mentem mindenkihez, és lőttünk egy-egy selfit, meg egyébként csoportkép is készült, ez tök jó volt, és már mondtam a többieknek, hogy a következő alkalommal a csoportos selfie lesz a cél, mert amúgy nagyon könnyen elfelejti az ember, és aktívan kell erre gondolni, mert nyilván így örülsz a másiknak, és nem az az első gondolatod, hogy selfizzél, de nagyon örülök, hogy ezek a képek elkészültek, vannak viccesebb momentumok is egyébként, és tök jó volt a hangulat, nem esett az eső, amit innen is köszönünk Besenyei Gábornak és a dedikálásának. Ha esetleg nem találkoztatok volna ezzel, szerzőként ő posztolt már a könyvhét előtt arról, hogy amikor ő dedikál, akkor sosem esik az eső, annak ellenére, hogy mondjuk előrejelzésekben ott van az eső, mint lehetséges momentum, és most is az történt, írta is nemrég már social médián, hogy abban a pillanatban estek le az első esőcsepek, amikor ő abba hagyta a dedikálását, és ő is még szárazon megúszta hazáig, szóval tök jó volt az idő, picit meleg volt, de nem volt egyébként elviselhetetlenül meleg, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó nap volt. Könyvek tekintetében pedig akkor nézzük, hogy miket zsákmányoltam. Kezdjük azzal a kötettel, ami egyáltalán nem fog benneteket meglepni, ez pedig Klein Hanschiának az új regénye, az Alvilági szövedék. Ezt több videóban emlegettem már, hogy ezt várom nagyon és nagyon akarom, és ez az egyetlen nagy címem, és úristen, jelenjen már meg. Megjelent, itt van, és még dedikálásra is el tudtam menni. Csillával találkozni egyébként mindig csodálatos élmény. Hogyha esetleg olvastatok már tőle, és van lehetőségetek elmenni dedikáltatni, én azért is javaslom, mert az egyik legkedvesebb szerző egyébként, akivel szerintem találkozni tudtok, és mindig tényleg nagyon nagy élmény, amit már elmondtam. Szóval szeretem Csillát, ez van, ő egyébként járt már többször a csatornán, úgyhogy ha szeretnétek róla többet megtudni, akkor van egy gigantikusan hosszú beszélgetésem vele, amiben szerintem minden témát érintettünk szerkesztői, fordítói és író oldalról, mármint nem érintettünk minden témát, de nagyon sok mindenről beszélgettünk. Aztán Csilla volt a csatornán, amikor a szokásos Agave Gabó Fumax kerekasztal volt nálam, és ugye ő képviselte a Gabó oldalát, ahol egyébként ő ugye meg is jelenik, ez egy Gabó kiadvány, és nemrég egyébként a Gabónál megjelenő éves novella kötetekről beszélgettünk, úgyhogy, ja igen, ez igazából csak egy ilyen bizonyíték, hogy ami nem véletlenül beszélek ennyit, meg mindent. Csilla egyébként azt mondta, hogy nagyon más ez a regény, mint az Ólomerdő trilógia, én nagyon kíváncsi leszek rá. Én azért szeretném mindenképp elolvasni, nem emlékszem, hogy ezt elmondtam-e már videóban, bocsánat, ha igen, mert amikor az Ólomerdő trilógia második részét olvastam el, akkor igazából arcon csapott az, hogy mennyire sokat fejlődött szerintem szerzőként a két kötet között, nagyon sok idő telt el egyébként az Ólomerdő első és második része között, mikor megjelent, és az volt bennem, hogy nyilván, ha belekezdesz egy trilógiába, akkor szerzőként azért el vagy kötelezve, hogy ugye azok a részek, a második és harmadik rész is megíródjon, és kíváncsi voltam, hogy az Ólomerdőt lezárva annyi év után merre fog tovább menni, úgyhogy nekem ez a legnagyobb ilyen nyitópontom ehhez a regényhez. Nagyon-nagyon szoros határidőn belül ezt el is fogom olvasni. És ha még nem hallottatok volna róla, Floppy a kiadvány. Ha már elkezdtem a recenziós könyveknél, akkor folytassuk a recenziós könyveknél. A Fumax kiadó standja az igazából leginkább csak azért akartam oda lopakodni, hogy kicsit beszélgessek a kiadós munkatársakkal. Ugye Vladit is láttátok már a csatornán, amikor az előbb emlegetett Agave Fumax Gabó kerekasztal volt, ugye ő képviselte a Fumax kiadót, és volt egy kicsit dumálni velük, hát brutál embermennyiség volt az ő standjuknál, aminek nyilván nagyon örülök, ők az egyik kedvenc kiadóm itthon, és örülök, hogyha azt látom, hogy jól megy a biznisz, és hát miközben beszélgettünk, beleugrottak könyvek a kezembe, egy részükről nem is a kiadó tehet, és nem is én, hanem Eszti. Szia, Eszti! Eszti nagyon durván jól tud könyveket reklámozni, hát nem véletlenül lett ő sem booktuber, és én egyáltalán nem terveztem egyébként olvasni az Isten országát, de már egy ideje Eszti elkezdett dolgozni azon, hogy így elcsiripelte mindenkinek a fülébe, körülbelül már így online is, hogy fú, ez mennyire jó, meg hogy az egyik legkirályabb dolog, amit idén olvasott.
eddig. Olvastam már ilyen könyvet idén, amire Eszti azt mondta, hogy az egyik legkirályabb dolog, és tényleg nagyon király volt, úgyhogy az Isten országa landolt nálam. A történetről magáról annyit tudok, hogy egy apa-fiú viszony lesz a középpontban, és az apukának vannak demens problémái, és történik valami furcsaság, és egy ilyen hatalmas beszélő karddal jelenik meg, és mindenféle dolgok történnek. Igazából tényleg nem tudok róla sokat. De hát... vannak olyan ajánlások, amik egyszerűen áttörnek minden falat. Na, ez ilyen. Szintén ezt miatt került a kezembe a Deadpool szamuráj manga, ami nemrég jelent meg, szintén a Humaxnál, és ez volt a fordító, úgyhogy megkértem, hogy dedikálja a kötetemet. Egyáltalán semmit nem tudok erről, tényleg egyfajta ilyen rajongással szerettem volna betenni a legendás látték mellé, meg az AC manga mellé, amit szintén ő fordított. Egyébként meg kíváncsi leszek rá, majd mesélek róla. Én nem vagyok egy nagy Deadpool rajongó. Alapvetően megnéztem talán az első filmet, el voltam vele, de ilyen nagyon erős érzéseim nincsenek, de ellenérzéseim sincsenek. Egyébként majd jövök mindenképp egy bemutatóval. Fú, és akkor a kötet, ami egyébként a legjobban megborította a Hogyan hozom hazafele a könyveimet című tervet, mert hogy brutál, brutál nehéz ez a kiadvány, az nem más, mint ez a kis csoda. Ez a Hogwarts Legacy világa, az az artbook, ami az új Harry Potter játékhoz most nemrég jelent meg magyarul. Brutál szép kiadvány. Fogalmam sincs még, hogy fogom nektek bemutatni. Én játszottam már a játékkal, és az Assassin's Creed Valhalla artbook is járt nálam annak idején. Pontosan azért kértem ki, mert a játékhoz kapcsolódó élményekkel együtt akartam megnézni azt az artbookot, és itt is ugyanez fog történni. Azt, hogy gameplay tudok-e nektek mutatni, azt még nem tudom, de nyilván találtok nagyon sokat az interneten. Úgyhogy erre is lehet készíteni a kis testeket és lelkeket, hogy lesz majd egy ilyen a csatornán, és hát borzasztóan köszönöm a Fumaxnak, hogy támogatnak ilyen szempontból, támogatják a csatornát, hogy legyenek ilyen nagyon szép könyvek is a videókban. Ezennel, mivel most megduplázódott a nálam lévő Fumaxos kötetek száma, mindenképp számíthattuk egy Fumaxos videóra. No, és akkor nézzük a csereberés könyveket, amik között egyébként akár láthatunk egyfajta felsőbb rendű rendezési elvet. Mit csak három? Azt hittem több lesz a magyar szerzős könyve kupacban, de ezek szerint elszámoltam magam. Tehát lett egy Bartos Zsuzsa alkonyörzők példányom, kaptam egy Budai Lotti kötetet, ez a Nyugati szerető, és Okvát Annától került hozzám ez a nagyon szép kötet, aminek egyébként nem tudom megjegyezni a címét, Szonáta Gordon Kára és Kávé darálóra. A köteteket nagyon szépen köszönöm Rékának, Reninek és Vivinek, ha jól emlékszem, tőlük kaptam ezeket a példányokat, és tényleg abszolút amiatt választottam ki a könyves csereberén őket, mert hogy tudjátok, hogy van ez, ha nem tudjátok még, akkor most mondom, van egy ilyen kisebb törekvésem most 2023-ban, hogy szeretnék minél több magyar szerzőtől olvasni, ezekre nagyon sokszor közös olvasást is szervezek a Discord szerveremen, a Mosómaci szerveren. Nem mondom, hogy ezekből mindenképp közös olvasás lesz, mert a magyar szerzős közös olvasásoknak megvannak a havi kötetei egészen novemberig, és nem tudom, hogy mennyire fér majd be több, mert hogy közben a magyar szerzők mellett fantasy téglákat olvasunk. Ez így megtörtént időközben. De mindenképp szeretnék szerzőkkel ismerkedni, és hogyha találok olyat, mint mondjuk Szabó Krisztinától az Ellopott kívánság, akkor azt mindenképp szeretném jobban a tudtotokra adni, hogy a magyar szerzőinknek is így több... mindig az exposure szó jut eszembe, de hogy... nyilván vannak a borzasztóan hype-olt külföldi megjelenések, nyilván vannak olyan szerzők Magyarországon, akiket már annyira nem kell népszerűsíteni, hiszen már nagyon népszerűek, és én kifejezetten most ilyen kis kutató szituációban vagyok, hogy akár első kötetes magyar szerzőkkel is próbálok próbálkozni, vagy olyanokkal, akik azért a kevésbé ismertebbek, hogy egy picit terjesszem az igét azoknál, akiknél úgy érzem, hogy valami olyat csináltak, amit én például nagyon szerettem. Úgyhogy ez a három kötet ezért került hozzám. Vannak vicces választások ebben a holban.
És az egyik ilyen, amit Esztertől kaptam, az a Neon Gods, ami, hogyha emlékeztek, tavalyi friss megjelenés volt a Maximnál, és én nagyon úgy készítettem a kis testemet és lelkemet egyébként, hogy ezt el fogom olvasni, de aztán végül nem szereztem be, recenzióm se lett belőle, és elkezdték emberkel olvasni, és az egyik kedves követőm per barátom Tamás küldött is belőle részleteket, és akkor el is döntöttem, hogy jó, nekem ez a könyv nem kell. Viszont amikor megláttam Eszter kupacában, akkor égi jelnek vettem, hogy tudod mit, Andi, mégiscsak olvassuk el, ez egy vlog gyanús kötet, mert vannak benne elvileg nagyon kínosan vicces és nem nagyon nevetsz rajta című szituációk, egyébként egy Persephone és Hades retellingről van szó, ez egy dark romance-es történet, a Passion sorozatban jelent meg egyébként a kiadónál. Na, majd meglátjuk, hogy túléleme. A másik vicces választásom szerintem a csapatban az a Fallen Academy, amit Matildától kaptam meg, és amikor Matilda bedobta a közösbe, akkor én valahogy úgy reagáltam rá, hogy amúgy nem biztos, hogy ez egy jó döntés, de hogy én szeretném ezt a kötetet, és akkor még utána Matilda rám írt külön, hogy amúgy nem tudta eldönteni, hogy most csak viccnek szántam, vagy tényleg szeretném ezt a könyvet. Nem sokat tudok róla, a megjelenéskor valamiért néztem. Ez a Rubin, ugye? Ez a Rubin. Ez a Rubin? Nem, ez a Zafír. Ez a Dark Knight válogatás. Azt hiszem fantasy romantikus, és azért az egy érdekes terep. Ez valami angyalos történet. És a főszövegen... az én mondom. Égi tanítómesteréhez, az elképesztően jóképű Lincoln Grayhez azonnal vonzódni kezd. Először úgy tűnik csupa móka lesz az iskola, még nem Brielle és Lincoln már az első napon egymás torkának esnek. Annak bebizonyítására, hogy semmi keresnivalója a bukottak akadémián, egy abrus démon az egész iskola előtt feltárja, hogy ismeri Brielle titkát. Így minden másnál fontosabban válik, hogy Lincoln Brielle épségéért harcoljon, azonban Lincoln legnagyobb meglepetésére a védelemnél sokkal bonyolultabb feladat vár rá, nem bele szeretni a lányba. Igen, ez egy fantasy romantikus. Nagyon sok romantikus kötet lett ebben a kupacban, nem is értem, hogy mi történik, és Borkától is benyúltam egy romantikust, ez pedig Abby Evanes-től volt, a Barátnak tartalak. Ez egy olyan romantikus, ami évekkel ezelőtt megjelent, rajta volt a radaromon, aztán végül sosem olvastam el, és akkor, amikor megláttam a könyvek között, akkor ez a régi emlék így bejött a fejembe. Ez azért ijesztő vagy veszélyes, mert általában az a tapasztalatom, hogyha van egy könyv, amit azt hittem, hogy el fogok olvasni, de végül évek telnek el, és mégsem olvasok el, az nagyon sokszor arra fut ki, hogy annak oka van, hogy mégsem olvastam el, és hogy annak úgy kellett volna maradnia. Hát majd itt megnézzük, egyébként csak egy könnyed romantikust várok tőle, és nagyjából ennyi. Ezt a két kötetet pedig Fannytól kaptam, Fanny Kutkója Fannytól, ez pedig egy sorozat második és harmadik része. Remélem, hogy ez eléggé hozzá fog adni ahhoz, hogy elkezdjem ezt a sorozatot, mert megvan az első rész, és szeretném elolvasni. Úgyhogy, hát ha. Ez is egy fantasy tégla, amit nem tudom, hogy hova fogok besűríteni a fantasy tégla olvasásaim közé, de remény, a remény hal meg utoljára. Ez volt az összes kötet, amit hazahoztam Pestről, és szeretnék még mutatni könyvjelzőket, ugyanis gazdagodtam. Kleinhans Csilla könyvjelzőkkel, illetve egy újabb Moskát Anita könyvjelzőm is van, amit még Anita szignózott is. Nem terveztem Anita dedikálására menni egyébként, de ott voltam éppen, amikor dedikált, és már alig álltak a sorban, úgyhogy még pont így becsúsztam, és picit beszélgettünk is. Nagyon örülök neki egyébként, mindig jó vele is nagyon találkozni. Úgyhogy az volt egyébként az utolsó momentumom könyvhétről, hogy Anita dedikálására még becsúsztam, és utána jöttünk, mentünk haza. Na, ha már emlegettem többször Besenyei Gábornak a könyv címét ebben a videóban, és már emlegettem őt magát is, tudtunk találkozni a könyvhéten, ugyanis dolgozunk egy meglepetésen, amit ebben a videóban még nem fogok nektek elárulni, de aki ismeri a csatornát és engem, az nagyon könnyen ki tudja következtetni, hogy mi fog következni. Hamarosan majd dátummal is fogok jönni. Gábortól meg olvassatok, mert az első csók és egyéb démonok az egy borzasztóan jó paranormális ifjúsági kötet, a Tested és lelkem pedig egy nagyon brutál témát dolgoz fel, középiskolai szintéren szintén fiatal tínédzsereknek irodott ez a kötet, úgyhogy nagyon-nagyon poén volt találkozni is Gáborral, nagyon szeretem a könyveit, és hát fogunk még beszélgetni. Mutatok még egy könyveti szerzeményt, ezt Dóritól kaptam, ugyanis Dóri nemrég Fodorment a Bodza szörpöt készített, és akkor az Instagramján volt kint poszt, és így írtam neki, hogy te Dóri, ilyet nem adsz a könyves csereberén, és csak így
félig viccnek szántam, félig komolyan gondoltam egyébként a kérdést, aztán nem is beszéltünk erről, és nagyon cuki volt, hogy tényleg hozott nekem egy üveg Dormenta podzát, ami Dóri szeretettel készült. Miről kell megemlítést tennem? Egyrészt nagyon szeretek veletek találkozni ezeken a könyves eseményeken, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy voltak köztetek olyanok, akik odajöttek, kép is készült, annak külön örülök, illetve így üzenném mindenkinek, aki esetleg van egy ilyen szituációban, hogy zavarban van, de szeretne oda menni egy videóshoz, nem csak feltétlenül hozzám, hanem a többiekhez is akár, hogy ilyenkor, ha azt érzitek, hogy zavarban vagytok, és nem tudjátok, hogy mit mondjatok, akkor azt így gondoljátok bele, hogy amúgy mi is egy picit ilyenkor zavarban vagyunk, ki jobban, ki kevésbé. Nagyon örültem, meg ilyenkor tök örülök, amikor így utólag írtok, hogy szia, de egyébként én voltam az. Szóval ez nagyon poén, örültem nagyon ezeknek a találkozásoknak. Meg nagyon örülök egyébként azoknak a találkozásoknak is, amikor olyanokkal tudok találkozni, akikkel esetleg már így többet beszélgettem így online, és akkor mindig nagyon jó találkozni személyesen, és most például Mariannal tudtunk találkozni, ami azért volt nagyon vicces, mert hogy mindketten itt Győr-Moson-Sopronban lakunk, és már mind Győr-Moson-Sopron megyében lakunk, én ugye Sopronban lakok, most ezt nem mondom, hogy ő hol lakik, de hogy így tök közel lakunk egymáshoz, és nagyon vicces volt, hogy pont Budapesten találkoztunk először, de ez egy tök jó élmény volt számomra. Nem tudom, hogy ő mennyire szeretné látni itt a fotóját, úgyhogy most nem rakom be a videóba, de tök örültem, hogy találkoztunk. És azt hiszem, ezzel elértem a könyveti beszámolóm végére. Annyit mondanék nektek, hogy lesz egy videó valamikor, amiben szerintem szerepelni fogok. Azt nagyon-nagyon várom, kacsint-kacsint. Illetve nagyon várom a többieknek az élménybeszámolóját, és nem tudom, hogy van-e olyan, akinél leszek még majd így felvételni, akkor mindig így sasolom a könyveti videókat én is, de az ember fel se fogja, mi történik tényleg körülötte. Úgyhogy ennyi volt a könyveti élménybeszámolom, azt hiszem, ha valamit kihagytam, majd jelentkezem és elmondom egy következő videóban. Illetve nem tudom, hogy megemlítettem-e mindenkit, úgyhogy akinek esetleg elmaradt a neve, főleg, hogy nem is emlékszem, hogy miről beszéltem a videó elején. Oké, ami még történt Pesten, hogy mert Fanninál töltöttem a szombat és vasárnap egy részét, ezért találkoztattam Fanni kutyájával is, Kiflivel, aki egy tündéri kutyus, és még arcpuszit is kaptam. Soha senki nem adott nekem még arcpuszit, aki kutya. Mert amúgy én rettegek a kutyáktól, de Kifli még arcpuszit is adott, úgyhogy. Ha már ez egy bukol, akkor megmutatnék kettő olyan könyvet, amit nem láthattatok az előző bukolban, mert a két videó között érkezett hozzám, ezek friss megjelenések a 21. század kiadónál, és ezek friss 21. századi romantikus történetek vicces módon. Az egyik egyáltalán nem fog meglepni benneteket, ez Christina Loranéktől a Kalandúra Vájder módra. Ő március körül jelent meg, ha jól emlékszem, és nyilván szeretném elolvasni, hiszen Christina Loranéktől nagyon szerettem majdnem az összes könyvet, amit eddig olvastam, és nagyon kíváncsi vagyok erre. Ez a kötet pedig nem a 21. századnál, hanem a társkiadónál jelent meg, ez a Next 21 kiadó. Mindig összekeverem, hogy 21 Next vagy Next 21. Ez pedig a nagyvetítés Hollywoodban, ami Ava Wilder kötette, úgyhogy ez egy két Wilderes csomag volt. Egyrészt nekem nagyon tetszik a borítója. Olyan fű alatt jelent meg ez a könyv, nem is hallottam róla, és ez csak egy bum, megláttam, hogy mi ez megjelent, úgyhogy ez is egy romantikus, amit most beválasztottam. Itt teljesen őszintén szerzőválasztás történt, itt pedig borító. És a cím ugye sejteti, hogy Hollywoodhoz lesz köze, az pedig egy érdekes dolog számomra, úgyhogy itt ennyit kell még tudnotok. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, ha esetleg voltatok a könyvhéten, akkor írjátok meg odalent, hogy mi az a kötet, amit a legjobban vártok. Olvasásra a könyveti szerzeményeitek közül legyen az új megjelenés, vagy régebbi megjelenés, és hát majd találkozunk egy következő videóban. Még kicsit fáradt vagyok, na, legyetek jók, sziasztok!